Így néz ki Rozsáj több mint egy hónappal a vihar után. Még június 21-én sújtott a jégeső a települést és környékét. Ebben az épületben is több százezres a kár, és bár a biztosító fizet, nagy részt önerőből újítják fel. Ez a kár jelenleg egy olyan 600.000 forint értékű kár. Jelenleg most a lemezelésnél tartunk, létszcsere volt. Még mindig Rozsájban járunk, ennél a háznál sem jobb a helyzet. A tulajdonos szerint közel 2,5 millió forintba kerül majd a teljes felújítás. A hátsó melléképületek tetőszerkezetei is megsérültek, ezeket már sikerült javítani. Nagyon sokat romlott a helyzet, most derül ki igazából, hogy mennyire és milyen kárt is tett, mikor a helyreállítást megkezdtük. Akkori helyzetkép az az volt, hogy szinte a felét se tudtuk megnézni, hogy mégis milyen mértékű a kár, de most kiderül, hogy nagyon sok, úgyhogy sok a selejt, szóval újra kellett tetőt építeni. Hát helyben voltak segítség, a helyi önkormányzat, a katasztrófa, meg a környező községek önkormányzatai voltak akkor a pillanatnyilag segíteni. Zajta község házait is megrongálta az időjárás, a felújításokat még itt sem tudták mindenhol elkezdeni. A júniusi vihar 7 településen okozott jelentős anyagi károkat. Az önkormányzatok és a katasztrófavédelem munkatársai azonnal segítettek az ott lakóknak. Usztkán 77 ingatlan sérült meg, ez az egyik közülük. Ebben a házban összesen 9-en élnek, az elmúlt hetek esős időjárása csak rontott az épület állapotán. Ahányszor esik az eső, annyiszor laborok vannak oda fölrakva, mert annyira folyik. Biztosítása ennek a családi háznak sincs, így csak az önkormányzat és a kormány segítségére számíthatnak. Még először az uborkát féltettük, hogy nem lesz miből megélnünk, mert hogy azt termesztük a kis uborkát, abból van egy kis jövedelmünk, hogy a gyerekeket eltartsuk, és ez a 10 percen belüli vihar mindent tönkretett. Az történt, hogy az szétverte a házunkat, természetesen lehet látni, és azóta is nincsen segítség, mert biztosításunk nincsen, és önerőből nem tudjuk ezt fedezni. Első körben a belügyminisztérium már segítette a károsultakat, az érintett települések már előleget is kaptak az igényelt támogatásból. A nehéz helyzeten tudjon a belügyminisztérium segíteni, mire vonatkozik ez a védekezésre. Az önkormányzati közfunkció ellátó tulajdonnak a helyreállítására, mint például a polgármesteri hivatal, és hát ami egy nagy része a védekezésnek, a veszélyes hulladéknak az elszállítása. Tehát erre adtunk be. A mi községünk egy olyan 8,5 millió forintot adott be, erre kértünk támogatást, tehát 4,5 millió el is megy a veszélyes azbesztos paláknak az elszállítására. A többi a védekezésre. Már azt is meg kell, hogy mondjam, már kaptunk kerüleget egy olyan 2 millió forint értékében. Uszka önkormányzata most további segítséget szeretne kérni a kormánytól. A testület szerint a 7 településnek összesen 900 millió forint segítségre lenne szüksége, amit egy rendkívüli kormányrendelet kiírásával lehetne megvalósítani. Ennek bevezetésére már egy határozatot is elküldtek a kormánynak. A mielőbbi támogatás azért is lenne fontos, hogy még a téli hónapok előtt befejeződjenek a helyreállítások.